Az MLS az elmúlt évben írta ki először a defibrillátor pályázatot azzal a céllal, hogy az amatőr csapatok mérkőzésein is legyen életmentő készülék. Akkor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 36 egyesület, illetve önkormányzat pályázott, és valamennyien hozzá is jutottak a készülékhez, amelynek árából 10%-ot kellett állniuk az érintetteknek. Idén még kedvező feltételekkel pályázhat az a 73 megyei első, másod, illetve harmadosztályú együttes, amelynek a pályáján még nincs defibrillátor. A tavainál is jobban támogatja a Magyar Labdarúgó Szövetség, ugyanis a 95%-at állja az MLS, és az azt jelenti, hogy csak 5%-os önerő befizetéssel elvihető. Ez egészen pontosan 20.638 forintot jelent, amit egy egyesületnek, vagy adott esetben egy önkormányzatnak kell befizetni. Nyugodtan mondhatjuk, hogy egyébként ezek a készülékek ilyen 500.000 környékén vannak, és mindösszesen 20.000 forintért hozzá tudnak jutni. Nagyon fontos megemlíteni azt, hogy önkormányzat is pályázhat. Ez azt jelenti, hogy akár hétköznapokon nyugodtan lehet az önkormányzat hivatalába, polgármesteri hivatalba bár. A lényeg az, hogy a pályázatban vállalni kell azt, hogy mind az edzések, mind pedig a futballmérkőzések idejére ez a készülék a futballpályán lesz, és szintén fontos a pályázatnál, hogy a pályázat mellé be kell írni két olyan szemét, aki el fogja majd végezni az úgynevezett BLS képzést, ahol megtanítják neki azt, hogy hogyan kell ezt a készüléket használni. A pályázatokat április 17-ig juthatják be a klubok és az önkormányzatok kizárólag elektronikus úton. Az MLS tervei szerint egyébként a megyei bajnokságokban szereplő csapatok pályáin a 2020-2021-es szezontól kötelező lesz az életmentő készülék elhelyezése.